Akkor most figyeljetek. Amiért jöttem. Tinc télim, tinc télim, tinc télim, tinc télim, tinc télim. Jó. Vége. A mai napon, kedves nézőink, a macskák világába kalózoljuk be önöket. A macskák emlős állatok. Általában nyávogással hívják fel magukra a figyelmet, kivéve akkor, mikor vadásznak, akkor sosem nyávognak, mert elriasztanák a vadat. Macskája lehet embereknek, és macskáknak. Az már általában macska családból származó macska, akit macskák nevelnek, föl macskák etetnek. A macska kedves állat, ha szeretik, viszont elképesztő genyó tud lenni abban az esetben, ha nem szeretik. A macska nagyon büdöset pisál. A hím macska. A kand-ur. Kand-ur. És ez az urr szó a dorombolás. Tehát a macska a jó kedve van, nem azt mondja, hogy fú, ez geci jó, hanem azt, hogy ha rálépsz a farkára, hangot adja ki, amivel jelzi, hogy ezt meg ő nem kedveli. A macskát táppal lehet etetni, ha a macska magára marad, tápot keres a fákon, a föld alatt, mert a macskák annyira hozzá vannak szokva a jobbnál jobb tápokhoz, hogy szerintem már megpusztulnak maguktól, köszönhető ez az embereknek. Amit még fontos lehet tudni a macskákról, hogy szeretik az egeret, meg mindent, ami megmozdul, arra ráugranak, és játékosan meggyilkolják. Nem feltétlen akarják elfogyasztani, nagyon szeretnek játszani, ahogy mi is, és akkor itt jön ez a furcsa kapcsolódás, hogy játékot csináltak a macskákból, egy macskából, ami nem ilyen édibédi cicás történet, legalábbis remélem, én úgy láttam, hanem valami furcsaság, egy macskát irányítunk, a macskáknak meg szerintem, és merem remélni, ezt lovagolták meg a játék készítői, rendkívül izgalmas az élete, mert ahogy lejön, leszáll az éj, az enyém is, nekem is van, elindul bóklászni. Ezért az egyik neve Bóklász volt a macskának, de végülis a marcipán maradt meg. Érdekessége, hogy egy M, egy mogerjel van ide szőrből kirakva a homlokára, ezért nem lehet letagadni, hogy az az én macskám, de tulajdonképpen egy mogger macska is. Úgyhogy marcipánt rendkívül kedveljük. Tudni kell róla, hogy elbaszták autóval. Azt is tudni kell, hogy nem más csapta el autóval, hanem én magam átmentem rajta, és mivel a macskának 9 élete van, ezért elfogyott belőle egy, de potom 100 000-ért összerakadtam újra, és működik. Működik, jár, beszél, és mindent tud egyszerre. Annyit kell tudni még, hogy a macska ugye büdöset pisál, amennyiben van heréje, de ha nincs, akkor már nem pisál büdöset, és nem is írtatja ki magát a többi macskával. Hosszú gondolkodás után marcipán beleegyezése nélkül, de elvettem tőle a heréjét, mert ezt így láttuk jobbnak, és még azelőtt, mielőtt tudta volna, hogy mire lehet használni. És tulajdonképpen így most egy teljesen nyugodt macska persze kihagyja az élete javát. Ennyit röviden a macskákról. Macskatelep. Több macska, csöves macskák. Szó szerint itt már az alkotók a csöveket is bevonták. Ezért csöves macskák. Hobók. És ez leszek én, fogadjunk.
Meg is vagyok. Akkor mondok egy beszédet. Macskák! A világ tele van kegyetlenséggel. Itt vagyunk, csövesek vagyunk. Csövesnek lenni szar dolog. Ezért én kitörök a semmiből, és meghódítom a világot. Majd mikor visszatértem, azt fogjátok mondani, hogy ezt. Ennyit akartam mondani. Most pedig lefekszem. Holnap új beszédet mondok, szevasztok, jó éjszakát. Kivittem a játékot, gyerekek. Csillagos ötös. Ennyi volt. Ennyi. Nem mondom, hogy egyszerű volt, de megcsináltuk. Köszönöm mindenkinek, hogy végignézt. Opp. Gyere, fekete, te vagy a gonosz. Ha valaki be akar szólni nekünk, átmész előtte, érted? Azt megpusztítja a rettenet. Érted? Érted? Érted, jó van. Indulás. Te értesz mindent? Gyerünk, akkor bandázzunk. Tuc, 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 tuc. Gyerünk, akkor itt nyomjunk egy izét. Anyád, te anyád, gyakoroljuk az anyázást, ha kimegyünk, ott keménynek kell lennünk, értitek? Te miért nem pofázol? Mondjad! Ez az, mondd még egyszer utánam! Ez az, nagyon jó, még egyszer! Még egyszer! Te kussolj el! Te mondjad, ez az! Na, úgy jó! Ugye nem lesz musical a vége, dehogy nem. Moonlight, la 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 la. Ezt most kár volt a fülembe ültetni, Rolex, mert ebből nagyon könnyen úgy úzik el lehet. Tito. Nem járnak túl az eszemen. Biztos, hogy nem érted? Tudod, hányan próbálkoztak ezzel? Nem akarom megint azt mondani, hogy... Az egyetlen csatorna, aki most van itt először is, még nem látott játékokat, annak kifejezetten mondanám, az egyetlen csatorna, ahol elsőre megoldották ezt a feladatot. És nem kell utána nézzetek, elég, ha hisztek nekem. Kezdjük el szétcseszni a szobát. Tinc-tí-lim, buci-papa. Tinc-tí-lim, buci-mama. Tinc-tí-lim, buci-család. Tinc-tí-lim, édesanyád. Tinc-tí-lim, buci-papa. Tinc-tí-lim, buci-mama. Jó! Ennyi! Jó, még egy kicsi. Jó, és most vége. Még se erről szól a játék, de ezt nem is olyan rossz csinálni. De ennek neki esik, de mondom, be lehet tanítani a macskákat. Egyszerű, nem túl humánus módszer, de a macska nem is human, hanem animal. Épp ezért, ezt már páran elfelejtik, a macska vízipisztolyjal való tarkonlövése, amikor konkrétan rossz dolgot csinál, előtte pedig egy hangot kell adnotok, az pedig a utána jöhet a lövés, tarkon, utána már vízipisztoly sem kell, elég csak annyit mondani, és megjegyzi, betanulja, és a végén már semmit nem kell csinálni, mert rájön, hogy tarkon lövik, ha rosszat csinál, nem hülye ugyanis a macska. De mondom még egyszer, a fő jelszó, hogy szeretni kell, azt írják az irodalomban is, és akkor nem csinál gesziségeket, hanem, hanem jó dolgokat csinál. Na! Ajaj! Most kell fújni. Hold, run! Baszki! Baszki! Jaj! Közben nem tudok ugrani. Úristen, nem tudok, miért nem tudok közbeugrani? Nem tudok közbeugrani, az baj. Jaj! Takarodj! Jaj!
Mik ezek a kis babok? Babok! Jaj, ezek babok! A macska utálja a babokat! Baszd meg, takarod, meg akarnak baszni a babok! Erről nem volt szó! Fúj! Meg akarják hágni! Ne, ne! Erőszakoskodó babok! Jaj! Rengeteg bab, menjetek a... mi ez? Babföld? Mi van itt? Mi ez? Ne! Ott, arra mutatja, menj már innen! Rohadt undormány, kurva bab! Kurva bab! Ugorj el! Jaj! Jaj! Sanyi Banyi, megfejtetted! Tényleg! Macskahere támadás volt, vissza akarnak térni a régi macskaherék! Na. Unam, most nem sikerült a gondolkodás. Most valahogy... Tehát a... Unamra megyek. Hajjá! Hajjá! Ó! Figyelj, Diku bajnokot! Nézd oda! Jó! Kinek van egy esze? 1000 IQ, 1005. Júj, de durva. Nem tudom, hogy az intelligencián nem sokkolta le a csetet. Nem érzitek azt, hogy még írni is elfelejtettetek, annyira durva, hogy ez így konkrétan így megtörtént. Ez mi volt? Láttátok? Az egy ásítás. Ugye ez az volt? Egy ásítás volt, az nem agyvérzés, bár közel volt hozzá. Ásítás. Az egy rossz jel. Az rossz jel, mert akkor lehet, hogy unatkozom? A Mogger Gamer csatornán a streamer nem unatkozhat, mert az baj. Az óriási baj, akkor elkezdenek a nézők is unatkozni, és akkor egyszerre mindenki unatkozik, és már azt veszük észre, hogy az egész világ unatkozik, és akkor Csipke Rózsika tragédiájába fullad a stream. Hogy az egész palota összes embere, még a szakácsok is alszanak, hát a lófaszt. Ide figyelj, te kurva macska, dobjuk föl valahogy ezt a streamet, mert megőrülök. Hol van? Hol van? Megint! Még alig vártam, hogy játszassak. Megint, nézzek. Tudom a falat kaparni. Igen, azt hiszem a falkaparás. Ásítok, és közben kaparom a falat. Ez nem jó jel, gyerekek. Ez nem jó jel, ez egy stream végét jelenti. Hát nem tudom, nem akarok okoskodni. Csak rendkívül egyszerű leszek, hogy eluntam. Úgyhogy ez volt a macskás játék bemutatója, gyerekek. Biztos van olyan ember, aki megtalálja ebben az örömét, és aki csillagos ötöst ad rá, azt is megértem, de az nem én vagyok.